Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A kormány nyáron meghozott rezsi és benzinár rendelkezései következtében a közfeladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények kikerültek a rezsicsökkentett körből, és az általuk üzemeltetett járművek után piaci benzinárakat kell fizetniük. Az intézkedések az intézményeket felkészületlenül és váratlanul érték, a kormány előzetesen nem egyeztetett velük, nem készültek döntéselőkészítő anyagok, nyilván ez azért, mert a tartalmuk nehogy véletlenül esetleg a választások előtt kiszivárogjanak. Az intézmények már addig is csak szűkösen voltak képesek működésüket biztosítani, mivel a gondoskodás politikára fordított állami támogatás évek óta alacsony. Extra forrásokkal és tartalékokkal nem rendelkeznek. Két szakmai érdekképviseleti szervezet felmérése szerint is az intézmények összesített rezsiköltsége az 5/6-szorosára emelkedik. Van olyan idős otthon, ahol az évi 28 millió forintról 158 millió forintra fog emelkedni. Ez felfoghatatlan emelkedés. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a piaci nagyfogyasztónak számítanak, ezért az energiaszolgáltatók napi tőzsdei áron hajlandóak velük szerződni, emellé bankgaranciát vagy egyéb pénzügyi biztosítékokat is kérnek tőlük. Ez egy teljes kiszolgáltatottságot jelent a számukra. Az elszálló rezsi és üzemanyag árakra sem az idei, sem a 2023-as költségvetés nem nyújt fedezetet. A többletköltségeket az intézmények állami segítség nélkül egyszerűen nem lesznek képesek kigazdálkodni. Emiatt még ősszel a szociális szolgáltatások korlátozása, a dolgozók elbocsájtása, egyes ellátások szüneteltetése, vagy akár teljes megszüntetése, illetve főleg a civil szférában intézményi bezárások várhatóak. Elmondások szerint több évtizedes gyakorlattal a hátuk mögött még soha nem voltak ilyen kilátástalan helyzetben. Beláthatatlan következményei lesznek annak is, ha a falu és a tanyagondnokok, a segítő szolgálatok munkatársai vagy az utcai szociális munkát végzők nem tudják megfizetni a piaci benzinárakat, és nem lesz miből tankolni az autókat. Az általuk nyújtott térítésmentes szolgáltatások ugyanis a szociális szféra infrastruktúrális hiányosságait pótolják. És félő, ha nem jutnak el a rászorulókhoz, megnövekszik az intézményi ellátás iránti igény, akár gyermekvédelem, akár az idős gondozás területén. A Mi Hazánk mozgalom követeli a kormánytól, hogy a szociális szektort érintően mielőbb mérje fel felelőtlenül meghozott döntésének következményeit, valamennyi fenntartó képviselőjével folytasson szakértői szintű egyeztetést, és biztosítsa az intézmények többletköltségének a fedezetét annak érdekében, hogy a fűtési szezonban ne kelljen intézményeket bezárni, és sem a dolgozók, sem pedig az ellátottak ne kerüljenek az utcára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Rétvári Bence államtitkár úr miniszterhelyettes fogja megadni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Az ön felszólása is pontosan jól mutatja, hogy azok a felelőtlen döntések, amelyek megszülettek Brüsszelben a szankciók kapcsán, azok a hétköznapi életben a legrászorultabb emberek esetében milyen súlyos következményekkel jár. Tudja, folytatunk mindenféle tárgyalásokat Brüsszellel is, amelyben hatástanulmányokat, előzetes számításokat kérnek minden döntéshez, amely valamiért mértékben természetesen racionális is, és helyes ezek megszületnek, csak amikor az egész Európát, az összes Európai Uniós polgár életét teljes mértékben felforgató kérdésről van szó, a szankciók kérdéséről van szó, akkor semmifajta hatástanulmány nem készült, semmifajta számítás. Ígéretek voltak. Ettől megáll Oroszország. Nem állt meg. Ettől nem lesz gond Európában. Lett gond Európában. Ez gyorsan be fogja fejezni a konfliktust, nem fejezte be a konfliktust. És ennek ellenére ezeket a szankciókat elfogadták, aztán bővítették, és még most is arra készülnek, hogy bővítsék tovább. És közben itt állnak teljes jó szándékkal Magyarországon emberek, családok és civil szervezetek is, akik szociális intézményeket tartottak fönn, és ők ugyanúgy dolgoznak idén, mint tavaly, csak azt látják, hogy ami normatívát, állami támogatást, pályázati bevételt megkaptak tavaly is, meg megkaptak idén is, abból tavaly kijöttek valahogy, idén meg nem jönnek ki. Nem azt, hogy nem jönnek ki, hanem óriási távolságra kerültek attól, hogy ki tudják fizetni ezeket az energiárakat. És megint a nagyhatalmi konfliktusoknak az átgondolatlan döntései, az végül a legnagyobb nehézséget a leginkább rászoruló embereknél okozzák. Ezért tartjuk mi rettenetesen felelőtlennek ezt a szankciós politikát,
meg azt, amikor Dobletkára azt mondja, ezt kérem ne vegye magára, hogy mi nem fog meghátrálni, a legszigorúbb szankciókat is megszavazzuk Oroszország ellen. Egyik pillanatban ezt megteszik, aztán utána meg jönnek az óriási áremelkedések, ugye Észtországban 154%-os egyéves áremelkedés, Litvániában 110, Bulgáriában 108, mindenhol áremelkedés volt az Eurostat kimutatása szerint, csak Magyarország volt a kivétel, nálunk a legalacsonyabb, az átlagos háztartási gázár, utánunk jönnek a horvátok, majdnem duplájával, illetve a lettek, a legdrágább meg Svédországban, Dániában is, és Hollandiában. De valóban, ahogy ön is mondta, a legrászorultabbaknak kellene ilyenkor segíteni, és segít is a kormány. Idén összesen 1127 milliárd forintot adókedvezményben és jövedelem visszatérítésben adtunk vissza a családoknak. 13. havi nyugdíjjal, inflációs nyugdíjkiegészítéssel és nyugdíjprémium az időseket segítjük, 25 év alatti adómentességgel a fiatalokat, benzinástoppal, élelmiszerástoppal, kamatstoppal pedig igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani. A szakosított szociális férőhelyek is növekedtek az elmúlt években, így nyilván az állami szférában is több lett rezsiszámla lesz, amit az államnak kell kifizetni, az egyházi oldalon is hasonló növekedés várható. A civil szervezeteknél pedig szintén azon dolgozik a kormány, hogy segítséget nyújtson nekik is. Ön is elmondta, hogy számtalan ilyen szervezet van, és fontos a velük való kapcsolattartás. Ez természetesen a belügyminisztériumnak a gondoskodáspolitika államtitkársága meg is tette, és meg is teszi. Tehát folyamatosan egyeztetett már az elmúlt időszakban is, és egyeztet most is velük. Illetve lesz egy lehetőség is arra ezeknek a szervezeteknek, a civil szervezeteknek, akik szociális intézményeket tartanak fönn, hogy erre az átmeneti időre, vagy erre az időre, amikor most nehezebb téli fűtési helyzetbe kerültek, valamiféle segítséget kaphassanak ők is, ahogy ezt többlet segítséget a rezsivédelmi alapból a szociális intézmények az állami szférában is, egyházi szférában is megkapták, illetve meg kell, hogy kapják a későbbiekben. De a legfontosabb mindezeknek az eredőjét orvosolni, mert lehet itt többlet segítségről beszélni itt is, meg ott is, a szankciók azok, amelyek egekből ötték ezeket az energiárakat, és amik sajnos a legkiszolgáltatottabb embereknek jelentik a legnagyobb gondot. Azoknak, akik Brüsszelben jó körülmények között élnek, és döntéseket hoznak erről, azoknak a hétköznapjait ez nem befolyásolja. Azoknak az embereket, akit nem kérdeztek meg ezekről, azoknak alapvetően befolyásolja az életét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezzem Szabad István képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a válaszát nem tudom elfogadni tekintettel arra, hogy a szociális biztonság megteremtése eddig az egyén felelősségén túl természetesen az állam és az önkormányzatok együttes feladata volt. Önök azonban időközben rájöttek arra, hogy a rezsicsökkentés korlátozásával előidézett szociális válság megfékezése súlyos milliárdokba kerülne, ezért a szociális gondoskodás sorrendjében az állam felelősségét az önkormányzatok felelőssége mögé helyezték, kilátástalan helyzetbe hozva ezzel a maguk is súlyos anyagi gondokkal küzdő önkormányzatokat. Egy hónappal ezelőtt közérdekű adatigénylésemre arról tájékoztattak, hogy a kormány megfelelő időben meg fogja tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a szociális feladatellátás zavartalansága biztosított legyen. Kérdésem, hogy meddig várjanak még az állami segítség nyújtásával? Ha egy intézmény működése a megnövekedett rezsi, illetve benzinárak miatt ellehetetlenül, az addig ellátott közfeladatot, ideértve a foglalkoztatottakat és valamint az ellátottakat körét is, kinek fogja átadni? Köszönöm szépen!